Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Bíró Tamara vagyok. A műsor elején a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatairól beszélgetünk. Fokozott közúti ellenőrzés van érvényben vasárnapig a szerbiai utakon. Mi a közlekedési balesetek legfőbb okozója? Ezzel is foglalkozunk. Egészségügyi témákból sem lesz hiány, a kamenicai onkológiáról és a HPV elleni védőoltásról is szólunk. Önök tudják-e, ki volt Hadik András? Ha nem, mindenképp maradjanak velünk a műsor végéig. Megjelentek a tartományi mezőgazdasági titkárság idei első pályázati kiírásai három nagy témában. Az illetékes titkárság idei költségvetése 11,1 milliárd dinár. A támogatások részleteiről Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkár helyettessel beszélgetek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is. A három nagy téma a feldolgozás, az eszközbeszerzés és az állattenyésztés. Beszéljünk akkor először a feldolgozásról. Ebben mik tartoznak bele? Ugye a múlt hét második felében megjelentettük első kiírásainkat, köztük ugye a feldolgozás vonatkozásában is. Ugye ez most négy témát ölel fel: a kis hús és tejüzemek felszerelését, a zöldség és gyümölcs feldolgozását, a borászok és erős alkoholos italt készítők eszközbeszerzésének a támogatását, és a méhészeti termékeknek a feldolgozása tartozik ebbe a nagy kiírásba. Az eszközbeszerzésen belül milyen pályázatokra számíthatnak a gazdák? Ugye az eszközbeszerzésen belül szintén összesítettünk három régebbi pályázatunkat. Ugye itt a fóliás termelés vonatkozásában tudnak a fóliás termelők eszközökre, fóliasátrakra pályázni, kapcsolható eszközök támogatását tudják ugye a gazdák megpályázni, és a gyümölcsösök és szőlőskertek tulajdonosai tudnak jégvédőhálóval, kerítésrendszerre, vagy pedig jégelleni vagy fagyvédelmi rendszerekre pályázni. A fóliasátrak azt hiszem az egyik talán legnépszerűbb ilyen kiírás, amelyre szoktak jelentkezni. Itt milyen költségek merülnek fel? Hát itt úgy a fólia sátornak a konstrukcióját tudják a gazdák segítségünkkel megfejleszteni, vagy akár a takarófóliáknak a cseréjét, vagy ugye az új fóliasátraknak ugye a kiépítését, fóliába használatos eszközöket, legyen az polcok, vagy páramérő berendezések, vagy akár a fűtési rendszereit, vagy csöpögtető rendszert magán a fóliasátrakon belül. Az állattenyésztés a harmadik nagy ilyen téma, illetve kiírás. Erről már a múlt héten is például Csantavéren hallhattak az ottani gazdák, hiszen ott sokan állattenyésztéssel foglalkoznak, és a lakossági fórumokon folyamatosan még most is járják a terepet. Ebbe beletartoznak a farmi felszerelések és a méhészet. A farmi felszerelésekről beszéljünk kicsit részletesebben, ebben mik tartoznak bele. Hát ugye, ahogy a gazdák megszokhatták az eddigi években is, ugye a farmi felszereléseknél etetőkre, itatókra, trágyakezelésre, használatos eszközökre, rollbálázókra, akár pótkocsikra tudnak pályázni, mind olyan eszközökre, amiket ugye egy farm használ, és ami szükséges. A méhészek vonatkozásában pedig ugye méhészeti eszközökre tudnak a gazdák pályázni. Ugye méhészek vonatkozásában el kell azt mondani, hogy az elmúlt években az ő vonatkozásukban nőtt meg leginkább a támogatási keretösszegünk pár évvel. Miért van, bocsánat? Hát azért, mert nagyon sokan elkezdtek méhészkedéssel foglalkozni az alapmezőgazdasági tevékenység mellett, sokan a méhészetbe is fognak, kicsit szabadidős tevékenységként, kicsit ugye meg is találják benne a számításukat. Pár évvel ezelőtt még 6 millió dináros keretösszegünk volt, az idei évben meg már 35 millió dináros keretösszegünk van. Ez azt jelenti, hogy minden évben a méhészek vonatkozásában körülbelül 200-250 méhész tudunk például támogatni, de a farmi visszakanyarodva ugye a farmi felszerelésekre ott is azt lehet mondani, hogy az állattartók kategóriájában évről évre 100-150 gazda tud a titkárság pályázatai lehetőségeinek köszönhetően fejleszteni.
Beszéljünk a pályázás módjáról, illetve majd a határidőről is. Tehát egy gazda, termelő, állattenyésztő hány pályázatra tud jelentkezni? Ez is fontos szerintem. Hát ugye a pályázati határidő a mind három kategóriában, amiről ugye beszéltünk, az április 5-e, az úgy gondolom, hogy elegendő idő ahhoz, hogy a gazdák összegyűjtsék azokat a dokumentumokat, amiket a titkárság kérni szokott. Ez abszolút nem bonyolult pályázási folyamat. Milyen dokumentumok vannak, csak nagyjából egy néhányat hát említsünk meg. Ki kell tölteni egyszerűen egy pár oldalas jelentkezési űrlapot, egy előszámlát vagy számlát mellékelni a kívánt eszközről, amit a gazdák szeretnének megvásárolni, az e-agrárból letölteni a gazdaság adatait igazoló űrlapot, a igazolás arról, hogy befizették a különféle adókat. Egyszerű maga a pályázati folyamat, úgyhogy a gazdáknak nem szokott ez nehézséget okozni, és még azt szeretném itt elmondani, hogy megmaradt az a jól bevált módszer, hogy papíralapon, postai úton tudják a gazdák elküldeni a pályázataikat, mind a mellett, hogy már elektronikusan is van lehetőség arra, hogy elektronikusan pályázzanak a mezőgazdaság titkárságnál, de hát tudjuk azt, hogy egész addig, ameddig van lehetőség arra, hogy papíralapon pályázzanak a gazdák, én biztos vagyok benne, hogy a nagy részük így is fogja ezt megtenni. A pályázatoknál milyen a konstrukció? Utónfinanszírozás van, költségvisszatérítés van, hogy működik ez? Hát ez egy költségvisszatérítés, de tudni kell azt, ahogy említettem, hogy előszámlával tudnak a gazdák pályázni, nyertes pályázat esetén ugye támogatási szerződést írunk velük alá, és akkor már a gazda biztosan tudja, hogy az adott eszköznek 50-60 vagy 70% fogja visszakapni, ekkor kell, hogy megvásárolja ezeket az eszközöket. Körülbelül azt lehet mondani, hogy ezeknek a kiírásoknak nyár folyamán lesznek eredményei, a megvalósításnak a határideje az nagy valószínűséggel ki fog tolódni ugye ebből kifolyólag őszre, és ősszel ugye, mikor ők ezt megvásárolják és leigazolják, hogy elköltötték erre a pénzt, akkor a titkárság utólag visszautalja nekik ezt a megítélt összeget. A lakossági fórumokra kicsit térjünk még vissza, említettem a múlt heti Csantavérit például. Mik azok a területek, amelyekben a legjobban érdeklődnek a gazdák, vagy ez a településtől függ? Hát ez nagyban függ ugye a mezőgazdasági termelőktől, hogy mely településeken pontosan ugye mivel foglalkoznak. Csantavéren, ahogy említette, ott ugye a túlnyomó többségben az állattartók vannak, de nagyon sok községben például az öntözésfejlesztés az, ami kapcsán sok gazda érdeklődik, de ugyanúgy a fóliás termelés, vagy a méhészet, ahogy említettem, úgyhogy ezek mind-mind olyan témák, meg olyan lehetőségek, amiket a gazdák szeretnek, használnak és jó lehetőségeknek tartanak. A mostani kiírásokon kívül számíthatnak-e még a gazdák majd újabb pályázatokra az idei évben? Hát természetesen igen, ugye említettem itt az öntözésfejlesztést, jelen pillanatban még az öntözésnek a fejlesztésére szánt pályázati kiírásunk nem él, de a terveink szerint április hónap folyamán, április elején meg fogjuk ezt is nyitni, és ezen túlmenőleg még a fiatal gazdák startup támogatását, amivel ugye természetesen próbáljuk ösztönözni a fiatal, 40 évnél fiatalabb gazdákat, hogy vegyék át a szüleiktől, nagyszüleiktől a gazdaságot, lássanak a mezőgazdaságban egyfajta perspektívát, fejlődési lehetőséget. Ez a pályázat is körülbelül azt lehet elmondani, hogy április hónap folyamán várható, és az állattartáshoz visszatérve, ugye 2023-as évben írtunk ki először állatállományra pályázatot, 2024-es évben is ezt meg fogjuk tenni. Egy 150 millió dináros keretösszeggel fogjuk segíteni a gazdákat, magas arányú költségvisszatérítéssel tervezzük ezt megtenni, és ki fogjuk nyitni a lehetőséget, mert ugye tudni kell azt, hogy a tavalyi évben csak tejelőtelnekre és anyakocákra lehetett pályázni, de az idei évben ezt ki fogjuk terjeszteni a húsmarhákra is, a birkákra, kecskékre és egyéb más
más állatokra, úgyhogy az állattartóknak azt javaslom, hogy majd figyeljék ezeket a lehetőségeket, mert biztosan érdekes lesz majd a számukra. Ótot Róbert, köszönöm szépen, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szerbiában 2023-ban mintegy 500 ember halt meg közlekedési balesetben. Az illetékesek szerint a közlekedés biztonság legnagyobb problémája, illetve a balesetek leggyakoribb okozója a gyorshajtás. Február végén további új közlekedési szabályok léptek életbe Szerbiában. A szabálysértők egyre súlyosabb büntetésekre számíthatnak, ha meggondolatlanul közlekednek az utakon. Bejátszásunkban ennek részleteit mutatjuk be. A rendőrség ideiglenesen lefoglalhatja azoknak a sofőröknek a járművét, akik az elmúlt két évben súlyos közlekedésbiztonsági szabálysértést követtek el. Ez is a szerb közlekedésbiztonsági törvény új intézkedései közé tartozik. Az új intézkedés hatályba lépését követően órák múlva már meg is történt az első jármű elkobzás. Egy 61 éves leszkováci férfi maradt az autója nélkül, miután ellenőrzés során nem volt hajlandó alkoholszonda vizsgálatnak alávetni magát. Az elmúlt két évben ugyanezen magatartása miatt már jogerősen elítélték, illetve azért is, mert ittasan vezetett. Az új szabályozás szerint a rendőrök azoktól vehetik el ideiglenesen a járművet, akiket súlyos szabálysértésen értek, és az előző két évben legalább két szintén súlyos szabálysértés miatt elítélték őket, például több autószabálytalan előzése, vagy 10 percen belül két piros lámpán való áthaladás miatt. Dovođenje vozača do prostorija jer je već izvršio teži prekršaj, recimo upravljao je pod dejstvom alkohola kao što se desilo u Leskovcu ili je odbio da se alkotestira, vrši se dovođenje tog lica do prostorija policije, vozilo se prenosi u dvorište, recimo saobraćajne policije ili policijske ispostave, odnosno mesta gde će se vozilo staviti pod nadzor, odnosno čuvati do okončanja prekršajnog postupka. Ha a sofőr az első tárgyaláson bűnösnek vallja magát, a járművet azonnal visszaadják neki. Ha fellebbez az ítélet ellen, és az eljárás elhúzódik, évekig az autója nélkül maradhat. A automobil će biti oduzet privremeno do okončanja prekršajnog postupka. To znači otprilike oko 2 godine traje prekršajni postupak. Vozilo će biti naravno pod nadzorom Ministarstva unutrašnjih poslova. Biće naravno pregledano prilikom oduzimanja vozaču kome je oduzeto vozilo, izdaje se uredno potvrda oduzetim predmetima, u ovom slučaju vozila, i ostaje kod nas do okončanja postupka. Kad se završi postupak, mi to vozilo vraćamo. Az új intézkedés mintegy 10 000 sofőrt érint, azaz ennyien vannak, akik az elmúlt két évben többször is jogerősen ellettek ítélve súlyos közlekedési szabálysértés miatt. A rendőrség az új intézkedés hatályba lépését követően egy hét alatt 11 járművet kobzott el, többségében fiatal, 17 és 35 év közötti sofőröktől. Megtörténhet, hogy a sofőrtől véglegesen elkobozzák a járművet. O trajnom oduzimanju vozila odlučuje sud. Pre svega zato što sud u sudskom postupku odlučuje o tome da li je to opasno sredstvo, da li je tim vozilom izvršeno, da kažemo, još neki prekršaj i na osnovu toga će se odlučivati od strane suda. Szerbia még tavaly szeptemberben fogadta el az új közlekedésbiztonsági törvényt, amely néhány nap múlva hatályba is lépett. Ez a legutóbbi szabályzat, amely 2024. február 23-án lépett hatályba, szintén ehhez a csomaghoz tartozik. Az új törvény azt is előírja, hogy a teherautó és autóbusz vezetéséhez szükséges okmány ezentúl 18 éves kortól megszerezhető. A közlekedési rendőrség február 19-e és 25-e között teherautó és buszsofőröket ellenőrzött az utakon. Megdöbbentő adat, hogy ez idő alatt mintegy 8000 teherautósofőr és mintegy 700 buszsofőr esetében valamilyen szabálysértést állapítottak meg.
U tom broju od 8.003 prekršaja koje su činili vozači teretnih vozila imamo 23 vozača koje su upravljali teretnim vozilima pod dejstvom alkohola, 3 vozača koje su upravljali teretnim vozilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I to je ono što moramo svi koji se bavimo bezbednošću saobraćaja i svi drugi učesnici u saobraćaju da znaju da imamo vozače koji su profesionalni vozači i pored svih kategorija koje imaju ponašaju se na takav način da mogu da ugroze živote. Prvo, te nezgode sa teretnim vozilima su fatalne. Tu su posljedice uvek najverovatnije teške, telesne i teže. Tako da, još jedan apel za sve vozače i za sve preduzetnike i pravna lica koje imaju autobus ili teretno vozilo da moraju da utiču na svoje vozače, da poštuju saobraćajne propise kako bi unapredili stanje bezbednosti saobraćaja na našim putevima. A szerb közlekedésbiztonsági ügynökség szerint a cél az, hogy 2030-ra megfeleződjön a közlekedési balesetben elhunytak száma. Az új közlekedési szabályok is ezt a célt szolgálják. Szerbiában jelenleg minden második közlekedési baleset okozója a gyorshajtás. Kiemelt figyelmet kell fordítani az autópályákon történő közlekedésre is. Az elmúlt időszakban több súlyos baleset történt az autópályákon. 2023. novemberében például 6 személy sérült meg Újvidéknél az autópályán, miután 3 autó egymásba rohant. Szeptemberben a Milosveliki autópályán történt halálos áldozatot követelő baleset Obrenovácnál, amikor is egy férfi egy TikTok kihívás miatt állítólag szándékosan a forgalommal szemben haladt. Júniusban az autópálya Újvidék és Szabadka közötti szakaszán Szőreg közelében ütközött egy gépkocsi a szalagkorlátnak. Sokakat rázott meg a hír, amikor 2022. szeptemberében Ópazovánál több mint 30 jármű ütközött össze az autópályán. A súlyos balesetnek halálos áldozata és több sérültje is volt. Az eseteket hosszan lehetne sorolni. Az illetékesek abban bíznak, hogy az egyre szigorúbb közlekedési szabályok és az egyre magasabb büntetések eltántorítják a sofőröket attól, hogy szabálysértéseket kövessenek el, és hogy az intézkedések miatt csökkenni fog a közlekedési balesetek száma. Fokozott közúti ellenőrzés van érvényben a szerbiai utakon. Az akció részeként különös figyelmet fordítanak a vezetés közben telefonálókra, valamint azt is ellenőrzik, hogy a sofőrök betartják-e azokat az előírásokat, amelyek a gyerekülésre és a biztonsági öv használatára vonatkoznak. A közlekedési rendőrség emellett ellenőrzi a szabálytalankodó gyalogosokat is, de a gyalogosokkal szemben szabálytalanságot elkövető sofőrök sem ússzák meg. A fokozott közúti ellenőrzés március 17-éig tart. A biztonságos közlekedéssel kapcsolatban Tényi Edit kérdezte Fehér László közlekedésbiztonsági szakértőt. Üdvözlöm a Pannon Televízió nézőit! A közlekedési rendőrség legújabb akciójával kapcsolatban faggatom Fehér László közlekedésbiztonsági szakembert. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A legújabb akcióban a biztonsági öv, a mobiltelefon használat és a gyerekülés figyelik a rendőrök. Milyen módon teszik ezt a vizuális, tehát a megfigyelésen kívül? Először is csak is megfigyelése lehet, tehát kiállnak az útszélére és figyelik, hogy ő valaki használja. Ugye műszakilag lehetséges még a fölállított kamerák alapján is megfigyelni a vezetőket, hogy használja mobilt, le van-e kötve, avagy hogyha gyereket szállít, hogy az a gyerekülésbe szállítja. De itt a kampányban nem is az a lényeg, hogy mi módon csinálják, hanem miért. Ugye általában minden hónapban van valamilyen kampány, valamit figyelnek, és erre külön fölhívják a figyelmet a médiában mindenkinek. És ez azért jó, mert akkor, mikor ez a kampány van, most mint önök is kérdeznek tőlem, és ezzel a szélesebb publikum is megismerkedik, meg elmondjuk, hogy hát azért fontos, mert hogyha nézzük a mobiltelefont, főleg az, hogy ha valaki SMS-t olvas, vagy megnézi a Facebookon mi van, akkor elveszi a figyelmét az előtte levő útról. Ez nemrég történt Adán, a kerülő úton, ugyanez, a fiatalember nézte a mobilt, előtte mentek öten is, mindet összeszedtem, mint a kuglizott volna. Világos nappal, és azon az éten persze nem is volt járda, tehát ezek az útszéli mentek, sőt, még majdnem mellette is, de hát nem figyelt oda. Tehát ez az egyik veszély. A másik az, hogy nem is láss az utat, mire visszanéz, valami történik, nincs ideje reagálni. Az öv az nem
akadályozza meg a balesetet, ellenben passzív biztonságot ad, mert hogyha megtörténik valamilyen baleset, vagy hirtelen fékezés, akkor megvéd bennünket. Ez személyes tapasztalattal mondom, hogy igen. A harmadik pedig a gyerekülés használata, az meg azért van, mert hogy a gyereket nem gyerekülésbe visszük, és ez érdekes, mert azt mondják, hogy egy-két sarokot viszont nem fontos. De ha előtte jön egy kutya vagy valaki, és hirtelen lekül fékezni, a gyerek az előre repül, az összeveri magát. Ha ne adj Isten baleset történik, akkor meg egyszerűen nem védi meg. A lényeg az, hogy a gyerekülés biztonságot ad, lefixálja az ülésben a gyereket, és ha valami történik, ugyanígy, tehát a következményektől ment, meg minél kisebb legyen a következménye egy ilyen balesetnek. Tehát az ilyen akcióknak a célja a figyelem felkeltés. Ezek szerint akkor a sebességet is figyelni és mérni fogják továbbra is. Az permanens mérés, de van, mikor ott is van egy kampány, na most akkor csak erre nagyon fókuszálunk. Ugye azt többféleképpen mérik, az egy legfontosabb, egy legtöbbet, amikor kiállnak az utcán és leradározzák, lemérik. Vagy esetleg vannak följegyzett kamerák, amik bírják mérni, de akkor ugye ki kell írni, hogy itt mérjük, és azt olyan helyekre teszik, amelyik különben is fekete pont, vagy gyerekek vannak iskola körül, hogy ott azért ráhajtsák az embereket, hogy féljenek, vagy az az átlagsebesség, ami az autóúton van, hogy ne rohangáljanak az emberek, hanem próbálják megszokni, hogy betartsák a szabályokat, és a közlekedésben is. Mert ugye a gyorshajtásban az a probléma, mert azért vannak az autók, hogy hajtsanak, ugye Németországban is főleg. Csak ha valami történik, nincs idő megállni, nincs idő reagálni, mert ha valaki 120-szal mén, az mennyi, az 33 métert tesz még másodperc alatt, de duplája az 60, 240, az 66 méter, 70 métert megy egy másodperc alatt, és mire reagálna, már nem bír meg, hát akkor a légnyomás is más, tehát nem a más a tapadás is. Úgyhogy ezért próbálják korlátozni, hogy ne következzenek be balesetek. Esetleg egy pár szót a büntetésekről. A büntetéstétel az manapság már ugye nagyon nagy, az megy 10 000 dinártól több 100 000 dinárig, attól függ, hogy mennyivel lépi át a sofőr a megengedettet, és hol. Tehát nem mindegy, hogy egy 30-as zónában, gyerekzónában megy át 50-ne, vagy 20-a, vagy a lakott településen belül, vagy kívül 50-ne. Tehát ez az egyik dolog. A másik az, hogy visszatérő-e, avagy nem. És ott meghatározott tételek, most nem akarok külön mondani, de a nagyobb sebesség átlépést jönnek a büntetőpontok, ha pedig már ugye nemrég volt szó, hogy életbe lépett az, hogy elveszik az autókat, akik mondjuk lakott telepistő 70 km/h nagyobb sebességgel megy, azt úgy veszik, hogy veszélyeztetik meg a közlekedést, és az már belemegy a súlyos közlekedési szabálysértésbe, és ha valaki 3-szor elítélik, ugyanazért 2 éven belül elvehetik az autóját, tehát ezek úgyhogy ebben nem lehet játszani, próbálják meg az emberek megszokni, hogy ne rohangáljanak. Alkoholos befolyásoltság esetén is óriásiak a bírságok. Mindenki tudja, hogy ilyenkor nem ajánlatos, mármint hogy alkoholos befolyásoltságkor nem ajánlatos vezetni. Azért ejtsünk egy pár szót arról is, hogy miért és mekkorák a büntetések. Tehát eleve mindenki tudja, hogyha az ember megiszik valamennyit, úgy attól ki, hogy tehát egy kicsit megváltozik a kedve, valakinek jobb lesz, valakinek rosszabb, valaki bátrabb lesz. A motorika megváltozik, tehát nem úgy reagál, később reagál. Ha minél nagyobb az alkohol befolyásoltság, annál tompább az ember, később reagál, és hát ki kell szűrni, mert az egy veszélyforrás, hogyha valaki későn reagál, nem veszi észre, lehajt az útról előtt valakit, mert nem lássa, mert elgondolkozik. Úgyhogy ezért nézik, és minél magasabb az alkohol befolyásoltság, ugye annál nagyobb veszélyt jelent, és annál nagyobbak a tételek is. Tehát olyan, hogyha valaki, tehát egy promille 1-2 fölött van, azt el is viszik, ha megfogják, kijózanítóba elvehetik, el is veszik az engedélyt pár hónapra. Ha nagyon veszélyes, 2-3-szor megfogják ilyen nagy tétellel, ugyanúgy az autót is elveszhetik, nem csak az, hogy megkapja 17 pontot, hogy újra kell jön vizsgázni. Tehát, és itt is a 100 000 dináros tételek mennek, ha a magos alkoholbefolyásot. Az alacsonyabbnál persze kisebb a tétel, de azok is ilyen 5-10-20 000 dinár, az se kevés, de azok mennek a kisebb átlépések.
Szabadkán már többször is lehetett pályázni az energiahatékonysági támogatásokra. A legutóbbi kiírás eredményeiről Ercsi Hargitát, Szabadka városi tanácsának beruházásokkal megbízott tagját kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok. Hány sikeres pályázóról tudunk most beszámolni? Igen, a tavalyi évben, ugye most a 2023-as évnek az eredményeiről beszélünk, most kerülnek majd aláírásra a szerződések. A tavalyi évben kevesebb volt a keretösszeg, és ezért kevesebb volt a sikeres pályázó is. Körülbelül 100 pályázó volt sikeres, de ugye ettől több szerződés kerül aláírásra, mert a tavalyi évben volt egy olyan lehetőség, hogy egy pályázó ugye több pontban tudott pályázni. Tehát azok több szerződést is alá tudnak írni. Vannak, akik 3-4 szerződést is aláírnak. Úgyhogy 100 pályázó, körülbelül 100 pályázó, de olyan 160 pályázat. Melyek voltak a legnépszerűbb kiírások? Igen. Évről évre mindig a legnépszerűbb a nyilászárókoknak a cseréje. Az viszi körülbelül a 70%-át, a 60 és 70% között a pályázatoknak, de ezen kívül nagyon népszerű, egyre népszerűbb ugye a napelemeknek a pályázata is. Ott nagyon nagy a beruházási érték, de egyre nagyobb rá az érdeklődés. A nyílászárók esetében például egy átlagos házat, hogyha veszünk, ez mennyit jelentene, tehát mit jelentene az, ha nem lenne ez a pályázat, mennyit kellene a háztartásoknak elkölteniük a nyílászárók cseréjére? Igen, ez nagyon, hogy is mondjam, szubjektív dolog. Tehát vannak, akiknek nagyon nagy a ház, ott sokkal több, és sokkal több nyílászáró van, tehát itt a nyílászárók felületétől függ az, hogy mekkora a beruházásnak az értéke. Én úgy gondolom, hogy nagy segítség a családoknak. Itt ennek a pályázatnak az a célja, hogy energiahatékony legyen az épület, miután a pályázat megvalósul. Tehát ez nem arról szól, hogy valaki szeretne egy ablakot kicserélni, hanem az összes nyílászárót szintenként ki kell cserélni. Ez elég nagy beruházás szokott lenni. Hogyha valaki egyből szeretné kicserélni, akkor az 50%-át a magának az előszámlának tudja itt ugye megpályázni. Tavalyi évben például itt maximum 160 ezer dinárt lehetett pályázni, hogyha csak erre a pontra pályázott, hogyha pedig csomagokban pályázott, akkor itt tudott nagyobb összegeket is pályázni, tehát hogyha mondjuk 160 ezer dinárt pályázott, akkor ugye az előszámlának az értéke ugye 320 ezer dinár volt. Ebből én úgy gondolom, hogy egy átlagos családi házon, hogyha nem túl nagy méretű, hanem normál méretű nyílászárók vannak, akkor ez megvalósítható. Többször is említette most a csomagokat, hogy csomagban pályázhattak az érdeklődők, ez most volt először így, hogyha nem tévedek, ez mennyire volt sikeres? Tetszett ez az érdeklődőknek, pályázóknak? Én úgy gondolom, hogy érdekes volt. Ugye tavalyi évben egy kicsit más volt a pályázási mód, mint az első évben. Az első évben az volt a maga a pályázat úgy volt kiírva, ugye, hogy csak egyedi dolgokra lehetett pályázni, és akkor beadták a pályázatot, és elbíráltuk őket pontozással. A tavalyi évben kicsit más volt, tehát ugye voltak ezek a csomagok, tehát nagyobb pénzösszegre is lehetett pályázni, ez volt az egyik újítás, a másik újítás pedig az volt, hogy érkezési sorrendbe fogadtuk be a pályázatokat, és ez miatt nagyon gyorsan le is zárult a pályázat, tehát két napig volt nyitva, addig még volt rá keret. Az idei évben is ugyanez lesz a pályázatnak a módja, úgyhogy majd értesíteni fogjuk ugye a lakosokat, de nagyon fontos, hogy figyeljék ezeket a felhívásokat. Amikor majd közeledik az időszak, akkor majd fogunk többet beszélni erről a dologról, mert itt igazából az idő a fontos, tehát hogy fel legyenek rá készülve, és hogy amikor kiírásra kerül a pályázat, akkor rögtön tudjanak rá pályázni. Mielőtt beszélünk még egy kicsit az idei pályázatról, térjünk vissza akkor ezeknek a tavalyi pályázatoknak a megvalósítására. Említette, hogy most szerződés aláírások fognak következni hamarosan, utána mikor számíthatnak kivitelezésre és egyéb dolgokra? Igen, minden évben ugyanaz a folyamat, amikor aláírják a szerződést, tehát ez egy hármas szerződés, a kivitelező a város és a maga pályázó között, a hármas szerződés mikor aláírásra kerül, akkor a pályázónak az a kötelezettsége, hogy kifizeti a kivitelező felé az önrészét. Amikor ő kifizette a saját részét, akkor a kivitelező ugye elkezdi a kivitelezést, majd amikor befejezi, értesíti róla a városházán
magát a bizottságot, a bizottság az kimegy helyszínelni, megnézi, hogy tényleg megvalósult-e ez a beruházás, hogyha megvalósult, akkor kiad róla egy bizonylatot, és ezzel a bizonylattal a maga kivitelező fordul a megmaradt összegnek a kifizetéséért. Említsük meg még a beszélgetés végén akkor még egyszer az idei pályázatokat, tehát hol figyeljék, milyen honlapokon, milyen oldalakon mit kövessenek az érdeklődők, és mire számíthatnak nagyjából, ha valamit el lehet árulni. Igen. Az idei pályázat az abból a szempontból előbb fog kiírásra kerülni, hogy az idén nem kell külön a városnak a minisztérium felé fordulnia a pályázati lehetőségért, tehát azt, amit tudni kell, hogy ezek az összegek, amik biztosítva vannak erre a pályázatra, ez általában fele-fele arányban a minisztérium állja a költségeket, a másik felét pedig a város, ugye úgy tevődik össze az az összeg, ami rendelkezésre áll. Az idei évben egy magasabb összeg áll majd rendelkezésre, 37,5 millió dinár, tehát ahhoz képest, hogy tavaly 20 millió dinár volt, ez jelentősen nagyobb összeg, áll majd rendelkezésre a pályázatokra, és olyan május környékére tervezzük, hogy majd a város kírja a pályázatot. Ez most azért tud előbb kiírásra kerülni, mert ugye nem kell a minisztérium felé fordulnunk, és akkor a minisztérium jóvá hagyja, tehát nem lesz ez a hosszadalmas folyamat. Ezen kívül ugyanazok a, nem fog lenni még egy lépés, mert mindig volt az a lépés, hogy előbb pályáztak azok, akik majd a kivitelezők lesznek, most nem kell, tehát a tavalyi kivitelezők már a listán vannak, esetleg, hogyha még van kivitelező, aki szeretne azon a listán lenni, amelyik, akiknél majd tudnak jelentkezni a pályázók, akkor azt megteheti bármikor az év, bármelyik napján, tehát tud fordulni a bizottsághoz. Tehát ez mind kimarad, és ezért ki tudjuk előbb majd írni a pályázati lehetőséget. A városnak a honlapján szoktuk mindig megjelentetni, ugye ott, de azon kívül a médiákba is szoktunk jelentkezni. Én is szoktam mindig a kiírás előtt már szoktam mindig beszélni arról, hogy mik lesznek a feltételek, úgyhogy az nagyon fontos, hogy legyenek rá felkészülve. Nagyon egyszerű maga a pályázási folyamat. 2022-ben volt először, és igazából azóta nem változott semmit se, van egy adatlap, amit ki kell tölteni. Ezen kívül az a fontos, hogy legalizált legyen az épület, amelyen a beruházás történik. Ezt ugye tudjuk azzal bizonyítani, hogy amikor a kataszteri kivonatban megnézzük, akkor az az épület létezik. Ezen kívül azon a címen kell, hogy bejelentve legyen az a pályázó, aki pályázik. Tehát ezek ilyen alapfeltételek, és ugye kell, hogy lakjon azon a címen, ezt pedig avval bizonyítja, hogy mellé kell egy áramszámlát, amelynek a minimális fogyasztás ugye 30 kWh. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon egyszerű teljesíteni, és az a tapasztalat, hogy egyre bátrabban pályáznak. Elejében kicsit félve gondoltak erre a pályázatra, de egyre bátrabban pályáznak. Ercsi Hargita, köszönjük szépen az információkat, és szerintem lesz még erről alkalmunk bővebben beszélni a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a HPV elleni oltás a leghatékonyabbak és legbiztonságosabbak közé sorolható. Szerbiában már csaknem 2 éve ingyenesen igényelheti a vakcinát a 9 és 19 éves kor közötti korosztály. A humán papillomavírus egyébként méhnyakrákot, de bőrrákot, garat, nyelőcső és nyelvrákot is okozhat. június 2022-ban érkezett meg az első adag HPV elleni oltóanyag Szerbiába. Akkor arról számoltak be az illetékesek, hogy nagyon nagy az érdeklődés a vakcina iránt, és 7 nap alatt gyakorlatilag el is fogyott a készlet. Minden csoda 3 napig tart, és úgy tűnik ez a HPV elleni oltással is így volt, hiszen mostanra már nincsenek megelégedve a szakemberek a jelentkezők számával. Dr. Bogucki Nebojsa, járványügyi szakorvos elmondta, eddig a 9 és 19 éves kor közötti korosztály mindössze 5%-a oltatta be magát Északbácskában. Ha nézzünk, összesen hány gyerek eddig bírt volna felvenni védőoltást, ez a szám 15 ezer. Mert beszélünk Északbácskáról, tehát 3 községről. Szabadka, Topolya és Kishegyes, és generációban itt van körülbelül 1500 gyerek. Lehet
felvenni 10 generációnak, tehát körülbelül 15 ezer ez a szám, de sajnos eddig csak 694 gyerek vagy fiatal felvette legalább első dózis. Ha beszélünk dózisokról, kell mondani, hogy ha valaki 9 év és 15. évig neki jár 2 dózis, de ha idősebb, mint 15 év, akkor 3 dózis. Ezek a védőoltások teljesen ingyenesek, pedig egy dózis körülbelül 100 euró. Tehát van lehetőség mindenkinek felvenni ingyenen ez a védőoltásokat. Kell mondani, hogy Európában az a helyzet, hogy ez oltási kampány vonatkozik csak egy vagy néhány generációra. Itt Szerbiában pedig 10 generációról beszélünk. Számokban kifejezve az 5% annyit jelent, hogy Északbácskában összesen 694-en vették fel a HPV elleni oltást, Szabadkán 357-en, Topolyán 289-en, Kishegyesen pedig 48-an oltatták be magukat. A HPV elleni oltás nem kötelező, de ajánlott. Szerbiában ingyenesen igényelheti minden 9 és 19 év közötti fiú és lány. Ez a védőoltás azért fontos, mert e módon bírunk megelőzni nem csak a fertőző betegséget, hanem ez a fertőző betegség, tehát ez az infekció sok év után, 10 vagy 20 év után bír okozni a rákot. Tehát ez egy olyan védőoltás, amivel bírunk prevenálni rákbetegséget is. Konkrét beszélünk a nemi szervekről, tehát ezekről a régiókról, akkor a vastagbél nyilás körüli anatómiai helyekről, de a száj rákokról is, mint a mandula, garat, nyelv, és így tovább. Tehát, ha akarunk megelőzni ezeket a rákokat, akkor a legjobb megoldás felvenni védőoltásokat időre, legjobb kor 9-től 19 évig. Sokszor beszélünk a nemi viszonyokról, persze legjobb volna első nemi viszony előtt felvenni. A méhnyakrák a negyedik leggyakoribb halálozási oka nőknél, ezzel a védőoltással azonban jelentősen csökkenne a betegség kialakulásának kockázata. A Batut Közegészségügyi Intézet adatai szerint 2021-ben 1085 nőnél diagnosztizáltak méhnyakrákot az országban, Vajdaságban 298 nőnél, közülük 135-en életüket vesztették a betegségben. Az sok késő, ha valaki már éli nemi életet, mert nem jelent, hogy találkozott 9 különböző szerotípusról. Tehát egy Gardasil 9, ami használjunk, védi 9 különböző szerotípustól. Tehát ha esetleg valaki is találkozott eddig egy vagy két vírusról, azok több 7 vagy 8 vírus még nem jött a szervezetbe, tehát azért jó felvenni mindenkinek ezt a védoltást. Persze a 19. év csak az a határ, amikor az a védoltás ingyen. Ha valaki idősebb, neki is jó felvenni, lehet hallani ilyen információkat, hogy 26 évig, de 40-45 évig is lehet felvenni, tehát attól függ, milyen életet élünk, de ha beszélünk konkrét Szerbiáról és a ingyenes védoltásokról, akkor kell mondani, hogy 10 generációra vonatkozik ez a kampány, alsó határ 9, a felső határ pedig 19 év. Fontos kiemelni azonban, hogy a humán papilloma vírus nem csak méhnyakrákot okozhat, és nem csak a nőket veszélyezteti. A férfiaknál péniszdaganatot, de bőrrákot, garat, nyelőcső és nyelvrákot is előidézhet. A járványügyi szakorvos kiemelte, Északbácskában az eddig beoltottak 28%-a férfi. Folyamatosan emelkedik a daganatos megbetegedések száma Szerbiában, de ez nem csak itteni jelenség, világszerte nő a számuk. Minden megvizsgált 5. férfinél, illetve minden megvizsgált 6. nőnél felfedeznek valamilyen daganatos elváltozást. Szerbiában 2021-ben 42 ezer új daganatos beteget regisztráltak, és csak nem 20 ezeren veszítették el a harcot a betegséggel szemben.
Vajdaságban is emelkedik a daganatos betegek száma. A Vajdasági Onkológiai Intézetben évente több mint 4000 bennfekvő daganatos beteget gyógyítanak, és több mint 8000 rákos beteg jár naponta különböző gyógykezelésekre, terápiákra. Míg 2018-ban 10000 ember fordult meg az onkológián a nappali kórházban, addig tavaly ez a szám csak nem 30000-et tett ki. Az emlő, a tüdő, a vastagbél, valamint a prosztatarák a leginkább előforduló daganatos megbetegedés vidékünkön. Dr. Tihomir Dugandzsia, onkológiai epidemiológus, aki a daganatos betegségek kiváltó okát, rizikófaktorai tanulmányozza, elmondta. A daganatos megbetegedések mintegy 10%-át az örökletes tényezők váltják ki, a másik nagy hányadát pedig külső tényezők. Na prvom mjestu su to naravno pušenje, faktor dakle je li ovo pušenje, jer u pušačkom dimu ima više od 70 različitih kancerogenih ove materija. Postoje i neki drugi faktori kao što su virusi, sada se jako puno priča o humanom papiloma, dakle virusu koji izaziva karcinom grlića materice i niz drugih maligniteta. I kada sakupimo sve te uzroke ili tačnije rečeno faktore, dakle rizika, mi eventualno možemo da dobacimo do nekih 30-40% svih malignih tumora. Odnosno, kad bismo delovali na sve te faktore, mi bismo mogli jednu trećinu ili malo više tumora da eliminišemo. Na svu sreću, pored ovog oružja, a to je kako da eliminišemo faktore rizika, imamo još jednu liniju, da kažemo, odbrane, a to je kako tumor otkriti u ranoj fazi. Dakle, to drugo oružje, ili kako se još naziva, screening metoda, se može primeniti u određenom broju malignih bolesti i također i tu možemo sa nekih 30% da spriječimo pre svega smrtni, dakle, jeli, ishod i progresiju bolesti. Tu pre svega mislim na karcinom grlića materice, karcinom debelog creva, u novije vrijeme karcinom pluća i naravno maligne bolesti dojke. I konačno preostaje ona treća trećina gdje mi faktički jako malo znamo zašto neki tumor nastaje, pa ga ne možemo ni spriječiti da nastane, a nažalost nemamo ni načine da ga otkrijemo u ranoj fazi. Dr. Tihomir Dugandzsia hangsúlyozta, a rizikófaktorok kiküszöbölésével, valamint a szűréseken való részvétellel a daganatos betegségek mintegy 70%-át előzhetnénk meg, illetve fedezhetnénk fel még ideje korán. Hiszen az első vizsgálatot mi magunk is elvégezhetjük saját magunkon. Fontos azonban, hogy a szervezetünkön észlelt változások esetén mielőbb az általános orvosunkhoz forduljunk, aki szakorvosi vizsgálatra irányíthat bennünket a helyi közkórházban. Ezen kívül életmentő lehet rendszeresen részt venni a szűrési akciókon is. A imala sam ludu sreću, tako moram da kažem, da mi je oba dva karcinoma otkrila moja doktorka gastroenterolog. Jer sam se žalila da me boleju bubreg i da imam nekih problema tu maleckih, ali ne to sad da bi išla na lečenje. Ona je odmah preduzela to da ide da mi se uradi u poliklinici, da mi se urade neki nalazi i odmah su uradili pregled bubrega, ulazili su do bubrega i tačno su vidjeli, čula se nekad i on rekao je da, evo ga, kaže, ovdje na površini bubrega je, jer sam imala lokalnu anesteziju, tako da sam mogla čujem sve što pričaju. Kako vas je to, da li vas je to jako pogodilo? Nije. Tu sam još uvijek ono bila, šta operica će se, nisam ni prva ni posljednji. Bitno je da ostanem psihički, ono što se kaže, zdrava i da proguram to sve kad sam se već saznala, da ne stajem sada, tada, nego da guram odmah da to i završi. Tako je i bilo. Najveća radost i najveći motiv koji me terao na sve to da uradim, to je bilo rođenje moje unuke. Az újvidéki Veszna Imbronyev rendszeresen járt nőgyógyászati vizsgálatokra, és az egyik rutin vizsgálat során méhnyakrákot fedeztek fel nála. A műtét után már 14 éve tünetmentes. Ezek után döntött úgy, hogy egy egyesületet hoz létre, amely többek között a daganatos betegeket is segíti.
Jelenleg Vajdaságban összesen 13 ilyen egyesület működik, amelyeknek az a célja, hogy lelki és praktikus segítséggel lássa el tagjait, ha többek között daganatos betegséggel állnak szembe. Želela sam da pružim podršku svim ženama i uopšte svim osobama koji su oboleli od karcinoma, da znaju da život nije se završio kada se dobije ta dijagnoza, da mi treba da rak je sada hronična bolest koja stvarno ukoliko se na vreme otkrije visok ima procenat izlečenja i nama je važno da razvijamo uopšte svest o toj prevenciji i svest o tome da se ti faktori rizika koji utiču i dovode do nastanka bolesti, da ih nekako eliminišemo. Bár a daganatos megbetegedések nagyobb számban fordulnak elő, mint korábban, a rizikófaktorok kiküszöbölésével, a szűrésekkel, valamint a korszerű gyógyítási módszerekkel a daganatos betegségek halálozási aránya csökkent. A statisztika szerint a 10 rákos betegből szinte 7-en kigyógyulhatnak a kórtól. Az új, innovatív gyógyítási módszereket Vajdaságban először Kamenicán, az onkológiai intézetben alkalmazzák. A cél az lenne, hogy Vajdaság közkórházainak onkológiai osztályain is elérhetőek legyenek a korszerű kezelési módszerek, ezzel is segítve a daganatos betegek mielőbbi gyógyulását. Ugyanis már évek óta nagy nyomás nehezedik a Belgrádban és az Újvidéken működő onkológiai intézetekre, mert a betegek óriási többsége még ma is itt keres segítséget, leginkább ezekben az intézményekben bízik. A témát a stúdióban dr. Bagi Teodórával, a Szabadkai Közkórház onkológusával folytatjuk. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok mindenkinek. A bejátszásban hallhattunk országos adatokat, de ha az Északbácskai körzetet, illetve Szabadkát nézzük, itt milyen adatokról lehet beszámolni? A daganatos betegségek megjelenése egyre nagyobb számban jelentkezik nálunk, és mindenféleképpen ezek a tüdődaganat a hölgyeknél és a férfiaknál nagyjából az első helyen van, hölgyeknél az emlődaganat, vastagbéldaganat és a nőgyógyászati daganatok. Ugyanitt a férfiaknál ide sorolódik, tehát még általában a férfiaknál a hasnyálmirigy daganat és a prostata daganat. Ez az, ami viszi az első öt helyet, hogy így mondanám, tehát a megbetegedésben és az elhalálozásban is. Milyen eseteket tudnak kezelni itt a Szabadkai Közkórházban? Az onkológiában mondanám azt, hogy törvény határozza meg, és protokoll határozza meg, hogy mi az, amit mi el tudunk látni, vagy el kell, hogy lássunk, és mi az, amit el kell küldenünk harmadfokú intézménybe. Kamenica harmadfokú intézménynek számít. Különbséget kell tenni a tüdőintézet között Kamenicán, és az onkológiai intézet között. A tüdőintézetnek az egyik része a tüdődaganatokat gyógyítja, az onkológiai intézet pedig minden más lokalizációjú daganatot gyógyít, nem mindegyik lokalizációt műt is. Vannak olyan betegségek, amelyeknek a műtétjét Újvidéken tudják elvégezni a klinikai központban. Vannak olyan műtétek, amelyeket teljes biztonságban tudjuk a betegnek azt mondani, hogy meg tudjuk Szabadkán műteni. Egy emlőműtétet például a hónajnyirok csomóknak az eltávolításával, gyomorráknak a műtétjét, vastagbél műtétjét, tehát ezek olyan műtétek, amelyeket teljes biztonságban a beteget azt tudjuk mondani, hogy a Szabadkai Közkórház sebészei el tudják látni. Ezek közül is vannak olyan lokalizációjú vagy olyan típusú betegségek, amelyeknél azt tudjuk ajánlani a betegnek, hogy a kevésbé radikális metódus miatt inkább beutaljuk Kamenicára. Például egy emlőrákos betegnél, amikor arra számítunk, hogy az emlő daganat megműtésével egy időben ajánlott az emlőbe, tehát primér plasztikát csinálni, ugyanabban a műtéti aktusban, tehát az emlőbe implantátumot helyezni, vagy pedig a hónajban a nyirokcsomókat nem kell eltávolítani, hanem egy úgynevezett őrszemnyirokcsomót műtünk, akkor a beteget Kamenicára küldjük, mert ez sok hosszú távon kisebb
kisebb műtét utáni komplikációkkal járnak ezek a műtéti beavatkozások. Azokat a végbél daganatokat, amelyeket elsődlegesen megsugaraznak kamenicán, utána azt kamenicára utaljuk megműteni, azért, mert a műtét utáni állapot a kismedencében olyan, hogy a szakma álláspontja szerint, hogy onkológiailag korrekt legyen a műtét, a Szabadkai Közkórházban per pillanat a sebészet nem tudja ellátni. Megvan, hogy milyen típusú urológiai műtéteket, tehát vese, prostatadaganatokat, húgyhólyag daganatokat tudunk itt megműteni, milyen típusú műtéteket tudunk itt végezni, milyen műtétekért kell a beteget harmadfokú intézetbe küldeni. Nem tetszés és kívánság kérdések ez nagyjából, hanem az alapján, hogy ki mit tud megcsinálni. Minden kórház, legyen az másodfokú közkórház, mint a Szabadkai Kórház, vagy egy intézet, mint Kamenica, annyira túlterhelt, hogy nem tudjuk megterhelni a Kamenicát olyan műtétekkel, amiket mi el tudunk itt végezni. Kamenicára küldünk tehát mindenféleképpen egyes diagnosztikai módszerekre, ilyenek például a nukleáris medicinai módszerek, a csontizotóp vizsgálatnak a vizsgálata, utána a PET-CT vizsgálat, ezek elérhető vizsgálatok, Szabadkai Közkórházban nem csináljuk őket. Nálunk a kórházban az emlőmágnes, a mammográfia, tehát olyan szintű gépünk és radiológusaink vannak, amelyek teljes biztonsággal végzik a diagnosztikát és az emlőkarcinoma utáni követést például, tehát csak is, hogyha valamilyen dilemmánk van, akkor küldjük. Ugye ott professzorok magasabb, hogy mondjam, tehát edukációval lévő emberek vannak, akiknek tudunk számítani, mint egy másod véleményezésre. Sugárterápia ugye Szabadkán nincsen. Sugárterápiának van két fajtája, van a műtét utáni, vagy a műtét előtti sugárzás, van a tüneti sugárzás, amikor például egy csontátétet sugarazunk, hogy ne fájjon, biztonságos legyen, hogy ne törjön meg a csont. Ezeket is sajnos mindet Kamenicára kell küldeni. Volt egy 10 éve egy nagyon nagy akció, hogy talán Szabadkán is lesz sugárterápiás központ, ez nem valósult meg. Nagyon várjuk, hogy hát ha talán az elkövetkező időszakban erre lehetőség lesz, és a betegnek nem kell Kamenicára menni ez miatt. Az, ami pedig a gyógyszereket illeti. Ez is teljesen protokollizálva van, hogy mit tud Kamenica adni, és mit tud a Szabadkai Közkórház beadni. Vannak olyan kombinált gyógyszerek, vagyis kombinált terápiák, hogy úgy mondjam, hogy egyik nap a beteg Kamenicára megy két gyógyszeré, ezekből az innovatív csoportból vannak, tehát amelyek teljesen új, egy-két éve alkalmazott gyógyszerek, amelyek anyagilag nagyon-nagyon drágák, hogy így mondjam, a beteg egy nap elmegy Kamenicára, felveszi a két gyógyszerét, vagy az egy gyógyszerét, utána pedig másnap jön hozzánk arra a gyógyszerre, amit nekünk kell a betegnek beadni. Komplikáltabb, de eddig még a törvény nem, és a megfelelő törvényi szervek nem találtunk náluk fülre és megértésre, hogy a betegek miatt ezeket az innovatív gyógyszereket egy-két év kamenicai tapasztalat után, hogy úgy mondjam, tehát, hogy a közkórházak szintjére leeresszék. A betegek, ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, vagy a betegek követése mindenféleképpen nálunk jelentkeznek, és itt zajlik a Szabadkai Közkórházban. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek főleg az innovatív, tehát ezek a gyógyszerek, az immunterápia, a célzott kezelések, ezekért a beteg Kamenicára kell, hogy elmenjen, legyen az infúzió, injekció, vagy legyen az akár tablettás gyógyszer is, vannak olyanok is, ezekért a beteg havonta, 3 hetente el kell, hogy utazzon Kamenicára ezekért a gyógyszerekért, de várjuk, hogy ez egy kicsit megváltozzon. Doktornő, köszönöm szépen a hasznos információkat, az összes kérdésemre válaszolt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. A vajdasági magyarok itthon képzelik el a jövőjüket, ami a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának is köszönhető, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában.
A VMS elnöke Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel nemrég új pályázati lehetőségekről is egyeztetett, amelyek kiírása elsősorban Magyarország költségvetésének alakulásától függ. Egy napon tartják az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választását, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását is Magyarországon. A választások időpontját Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök ma alaptörvényi kötelességének elegettéve tűzte ki, olvasható a Sándor Palota közleményében. Az első alkalommal egy időben tartandó választásokra 2024. június 9-én kerül sor. Tavaly több mint 52 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki külföldieknek Szerbiában, ami közel 70%-os ugrás az egy évvel korábbihoz képest. Csak Belgrádban 30 ezerrel több külföldi munkavállaló dolgozik. Ennek ellenére szinte minden szakmában továbbra is munkaerőhiány van. Baltával ölt meg 12 bárányt egy 13 éves fiú. Az eset tegnap délután történt a Versec melletti Márktelke szerbül Márkovács faluban. A rendőrségi helyszínelést követően a fiút a Szociális Munkaközpont felügyelete mellett azonnal a Verseci Pszichiátriai Betegségek Speciális Kórházába szállították, majd onnan a Vajdasági Klinikai Központba vitték megfigyelésre. A hétvégén Hadik Andrásra emlékeztek Futakon és Újvidéken, illetve 1790. március 12-én hunyt el, tehát ma van a halálának a 234. évfordulója. De ki is volt ő, miért érdemes megismerni személyét és munkásságát? Ha még nem sokat tudnak Mária Terézia leghűségesebb huszárjáról, megnézhetik a róla készült kalandfilmet. Most nézzünk meg egy részletet a film előzeteséből, utána pedig Nagy Tibor történelem tanárral beszélgetek Hadik Andrásról. Isten a huszárt a lovával együtt teremtette. Egy lélek és két test. Hadik tábornok. A berlini kesztyűknek nincsen párja. Az ilyen dolgokban nem vagyok járatos felség. Hozzon nekem azokból a híres kesztyűkből egy párat. Megértettem a parancsot. Berlint elfoglalni lehetetlen. Ezek a piszkos munkát mindig velünk végeztetik. Harcolt már huszárokkal? Persze, ellenük. Akkor most velük fogsz. Huszárok? Csak nem felnéz rájuk. Ki nem állhatom a lovakat. Elől harap, hátul rúg. Éjjel megyünk. Ez gyávaság! Jóska, szükségem lenne a híres diplomáciai érzékedre. A mibre? A hív menüke. A hív. Az én életem minden nap egy háború, kedves kuzin. A gyerekeknek miatta nincs apja. Na, diplomata is ma voltam utoljára. Mit csinál meg a szerencsétlen? Kopogtatok, hát ha beengednek. Élve vagy halva, elintézem ezt a hadikot. Jobb lesz halva. Hadik András személyéről pedig a továbbiakban Nagy Tibor történelemtanárral beszélgetek a stúdióban. Köszöntöm itt. Jó napot kívánok. Beszéljünk akkor először arról, hogy ki volt gróf Hadik András, milyen szerepe volt a magyar történelemben. Hát a Hadik család az felvidéki származású volt. Maga Hadik Andrásnak a szülőhelyéről a mai napig folynak a viták. Általában a források többsége Csalóközt jelöli meg, viszont az újabb kutatások azt mutatják, hogy feltételezhetően Esztergomba született. Egyébként, ha őseit nézzük, akkor az ősök főleg két dologgal foglalkoztak, vagy katonák voltak, vagy pedig papok. De nem katolikusok, hanem evangélikusok. És ez majdnem a család, egy adott pillanatban majdnem a család halálához vezetett, ugyanis a Rákóczi szabadság harccal párhuzamosan a Habsburg ház igyekezett leszámolni a protestáns egyházakkal is. Mivel azon őse
nagyapja nem csak hogy híres evangélikus lelkész volt, hanem teológus is volt, ő börtönbe került, ahol akta-fakta közölték, vagy két útja van, vagy meg fog halni, vagy át fog térni a katolikus hitre. És az öreg rekatolizált. Ez olyan sikeresen tette, hogy Hadik András fiatal korában a jezsuiták közé állt. Ugye, aki a jezsuitákat ismeri, ezt tudja, hogy a mai napig a legkeményebb katolikus rend. A pápához, a katolicizmushoz, Rómához ők kötődnek legerősebben. Nem hiába őket úgy is szokták emlegetni, hogy Jézus katonái. Félig meddig azt mondhatnánk, hogy militáns alapokon nyugvó szerzetesi rend. És ő így tanult. És habár apjának ez egyáltalán nem tetszett, és megpróbálta fiát a katonai pályára átcsalni, apja egyébként katona volt, huszárkapitány volt, ez nagyon nehezen ment, de végül is ráállt, ám a jezsuitáknak köszönhetőleg egy-két dolgot át tud menteni a katonai életében, és mindenek előtt a fegyelem, ezt ők súlykolták bele. Köztudottan nagyon pontos ember volt, és másoktól is elvárta percnyi pontosságot, és hogy tökéletes munkát végezzenek. Ugyanakkor azonban a könyvek szeretett, ezt kevesen tudják, hogy Hadik Andrásnak nagyon komoly könyvgyűjteménye volt, szabadidejében rengeteget olvasott, több nyelven beszélt. Az, hogy a magyar, a német, meg a latin ment neki, ez különösebben nem meglepő, de például a szerb, a horvát, a török, a lengyel nyelvben is valamilyen szinten járatos volt. Jó, nem irodalmi szinten, ahogy szokás mondani, konyha szinten, de tudott értekezni. Könyveket gyűjtött. Tudjuk, hogy könyvtárában a legrégebbi könyvek az 1500-as évekből valók voltak. Ezt is mind a jezsuitáktól hozta át, és katonaként ezt is tudta kamatoztatni. Katonai pályafutásában mik azok a legkiemelkedő pontok, amiket ki tudunk emelni? Hát ugye viszonylag későn, abban a korban viszonylag későn lépett a katonai pályára, 22 éves volt, 1732-ben, amikor a beleznai huszárok közé belépett. Sok forrás a dezsőfi huszárokat említi, nem, a beleznai huszároknál kezdett zászlósként, csak nagyon gyorsan, pár hónappal később átvették a dezsőfi huszárok közé, ott is zászlós volt, azért nem közhuszárként kezdte, mert édesapja, aki ugye nyugalmazott katonatiszt volt, és egy megbízható katonai eleme a Habsburg haderőnek, elérte, hogy fia ne a legalacsonyabb fokról, egy fokkal feljebb zászlósként induljon el. Itt indul el a katonai karrierje. Aztán nagyon gyorsan háborúba kerül, a második osztrák-török háborúban részt vesz, ahol majdnem életét veszti, súlyosan sérül is a feje és a combja is. Azonban itt egyszer s mindenkorra megtanulja a katonaság csínyát, bínyát. A következő nagy állomás az 1740 és 48 között tartó első osztrák örökösödési háború, ugye amikor Mária Terézia és a porosz uralkodó második Frigyes harcolnak gyakorlatilag azért, hogy ki lesz Ausztria ura. Ebben a háborúban tűnik ki, nagyon gyorsan halad a katonai ranglétrán, neki a háború ilyen értelemben jól jött, 1744-ben már ezredes, és 1748-ban a háború végre pedig tábornok lesz. Ha jobban utána gondolunk, 16 év alatt a zászlósból tábornok lett, ez egy igazán szép katonai karrier, de ugyanakkor mutatja kvalitásait is, hogy katonaként, katonatiszként mennyire meg tudta állni a helyét. Egyértelmű azonban, hogy katonai karrierjének a csúcsa a 7 éves háború lesz, az 1756-tól 1763-ig tartott, a háborút altábornagyként kezdi, és a háború végére gyakorlatilag háború után pár évvel később a táborszernagyi rangfokozatot kapja meg, nagyon-nagyon kevés magyar jutott el, valamikor egy parancsnok, a Nádasdy Ferenc jutott el a táborszernagyi rangra, egyébként ugyanennek a kornak, ő is a másik nagy magyar katonája, és tegyük hozzá, a kornak van még egy harmadik nagy katonája, Topolyai Krai Pál, ő is majd táborszernagy lesz. Tehát ez a háborús korszak azért neveli ki a katonákat, közülük egyértelműen az egyik, és talán a legsikeresebb Hadik András volt. Ha Hadik Andrásról beszélünk, akkor itt a környéken mindig Futakot és Újvidéket emlegetjük, ott tartják az ezzel kapcsolatos megemlékezéseket is. Mit kell erről tudni, miért volt jelentős Hadik András életében Futak? Futakot az addigi katonai szolgálataiért kapta. Egész pontosan Futakot és Csernovic birtokokat kapta meg. Mária Teréziától, így van, és pont a 7 éves háborúban elért katonai sikereinek eredményeként kapta meg, ezzel lett megajándékozva. Magyar grófi címet kap, majd később birodalmi grófi címet kap. Magyar ember ritkán kapott birodalmi grófi címet, tehát gyakorlatilag ugyanolyan nemesnek tekintették az örökös tartalmunkban is, mint a Magyar Szent Korona országaiban, ugyanaz a jogkörrel volt felruházva. És hát ez volt a fizetség az addigi katonai szolgálatért, ez a két birtok.
A birtokok közül a Futaki birtok volt számára az értékesebb. Futak akkor az gyakorlatilag a nagy semmi volt. Nagyon kevés ember élt, tehát ő neki be kellett telepíteni, kastélyt épített, a kastély köré nagyon akkori viszonylatban nagyon modern birtokot épített, kölcsönöket is vett fel egyébként, hogy hatalmas pénzeket öljön bele, és az a birtok minél előbb pozitívumba forduljon át. Embereket telepített oda, talán az egyik érdekesség, hogy a telepesek között voltak csehek. Ennek pedig megvolt a maga oka, hogy miért voltak csehek. Igaz, nem nagy számba, kis számba, de nagyon specializált munkát folytattak. A történetet onnan kezdenem, hogy ugye Hadik Andrásról fennmaradt szobrok, ezek újabbkori szobrok, mondjuk a budai várban látható lovagszobor, vagy például a Hadik című filmben látható alakja, az egy nyalka huszár tisztet mutat be. Hadik András nem ilyen volt, Hadik András alacsony volt, mindig is hajlamos volt a hízásra, nagyon szeretett enni, és hát a magyaroknak nem jellemző módon nem a bort itta, hanem a sört. Viszont a német és az osztrák sörökkel szemben a cseh söröket preferálta. Úgyhogy amikor Futak az ő birtoka lesz, és úgymond két kézzel meg tudja markolni a birtokot, akkor cseh sörfőzőket telepít Futakra, sőt Komlót hozat Futakra, és gyakorlatilag a vidékük első sörfőzdéje, ez egy cseh sörfőzde volt Futakon. És ezt az uradalmat látta el. Köztudott, hogy mai léptékkel mérve körülbelül egy jó ebéd után másfél literi sört tudott elpusztítani ebből a jó cseh sörökből Hadik András. Sajnos az utódok, akik nem éppen a legszerencsésebben kezelték a birtokot és később kénytelenek eladni, ezt a sörfőzdét is idézőbe téve tönkretették. Ezért van szó, hogy ma vidékünkön működő nagy sörfőzdék, azok mind német gyökerűek, pedig a legrégebb egy ilyen cseh gyökerű volt, és ez a cseh sörök iránti szeretete vezetett oda. Egyébként maga a birtok mintabirtok volt, első osztályú tenyészállatai voltak, különböző új kultúrákat honosított meg, mint növényi kultúrákat honosított meg birtokán. Nagyon-nagyon megválogatta az emberét, nagyon megválogatta az intézőket, egy öt faluból álló igazi birtoktest, birtokrendszert épített ki Futak körül, úgyhogy első osztályú birtok volt. Nem hiába később, amikor a hadikok ugye anyagilag mennek tönkre, a kotekok vetnek szemet erre a birtokrendszerre, ők is fogják megszerezni, és azt kell tudni, hogy Bácskában az első világháború végéig a Kotek család, aki erre a hadik birtokrendszerre épített, volt a leggazdagabb nemesi család. Muszáj megjegyeznem, hogy Hadik Andrásnak az egész korra való hatása, illetve a kiemelkedő alakja így katonailag, mégis úgy érzem, hogy nincs teljesen úgy foglalkozva vele, vagy Vajdaságban nem érdeklődnek, nem ismerik annyira. Hogyan lehetne ezen segíteni, hogy egy kicsit komolyabb kultusz kialakuljon körülötte? Hát mindenekelőtt látogatni kellene a kastélyt, ami igaz már nem egy az egyben a Hadik kastély, ez egy átlét tépfő, a kotekok sok mindent átépítettek és hozzátettek, mint hogy a templomot is, ez nem az eredeti Hadik templom, ahol ma földi maradvány nyugszanak, de végül is a sírfelirata ott van, földi maradványai ott vannak. Az a kalap, amit a híres berlini megsarcoláskor viselt, az is látható ott. Ugye nagyon erős volt a kapcsolata a római katolikus egyházzal, ezért sikerült neki elérni ezt, hogy a pápa Szent Jenő földi maradványait, és az egész testét gyakorlatilag a templomnak ajándékozza. A római katolikus egyház szentek testéből maximum darabokat szokott küldeni, erekjéket, de nem az egész testet. Hát ő ezt is el tudta érni. Szóval erre kellene építeni a kultuszát, tehát gyakorlatilag egy búcsújáró helyé kellene tenni elsősorban a Futaki templomot, ugyanakkor pedig évek szinten értelemszerűen, hogy az idén megtörtént, hogy a továbbiakban is meg kellene emlékezni Hadik Andrásról. Futakon belül pedig ez a két épület, ami valamilyen szinten köthető hozzá, ez nem nehezen elérhető. Tehát aki Újvidékre le tud menni autóval, onnan Futakra már se perc alatt át lehet menni, és a főút mellett, a Futaki főút mellett van jobbról és baloldalt ez a két épület, tehát könnyen lehetne látogatni is, csak az embereket vinni kellene. Én abból indulok, amikor olyan 15-6 évvel ezelőtt először vittem gyerekcsoportot, akkor saját szakállamra, és a plébános, amikor megbeszéltem, hogy engedje meg, hogy bemenjünk a templomba és nyissak ki, akkor meg volt lepődve, hogy ide emberek nem járnak. Még Hadik Andrásé sem járnak, és akkor ő maga vezetett bennünket is a gyereket körbe a templomba, és nagyon sok érdekességet mesélt. Tehát ezek a dolgok megvannak, ezek az alapok megvannak, amire egy kultusz lehetne építeni, sőt Magyarországról is lehetne hozni turistákat, akik szintén szívesen meglátogatnák ezt az emlékhelyet. Nagy Tibor, köszönöm szépen, hogy a vendégem volt, szerintem sok érdekességet megtudhattunk most Hadik Andrásról. Kérem szépen, köszönöm a meghívást. Ez
Ez volt már a közügyek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Loboda Árpád várja önöket hírháttér műsorunkban. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!